Sziasztok, Simon Tamás vagyok, a Mánia Fitness központi irodájából. Mai vendégem Kormos Zoltán, Vabba profi világbajnok. Üdvözöllek, Zoltán! Én is téged és a nézőket is. Sziasztok! Belénk nevelte a versenyszellemet. Bármit, amit csináltunk, azt versenyeznünk kellett. Aztán megkérdezte, hogy holnap is lejössz? Hát mondom, lejövök, de hadd csináljam már veled, olyan kellemetlenül érzem magam, hogy mindenki ott izzad, dolgozik, én meg csak ácsorgok. Azt mondja, jó, gyere, csináld. Na, így kezdődött 30 évvel ezelőtt. És akkor ez egy kicsit így szöget ütött a fejembe, hogy lehet, hogy be kéne készülnöm. Ha a Molnár Peti így megdöbben. Egy pillanatra ledöbben. Egy pillanatra így megáll, hogy úristen, én is indulok, és esetleg ellenfél lehetek. Hát mondom, akkor bekészülök. Betartottam az ígéretemet, amit a Ferinek tettem. 2 héttel később elindultam a Vabba világbajnokságon, amit megnyertem. Olyan hozzáállással készüljek, úgy menjek föl a színpadra, hogy legyen körülöttem egy aura, ami mindenki mást elhomályosít. 2 is voltak, akik nem jöttek föl a színpadra, azt mondták, hát itt a Kormos, akkor miért nem megyek föl. Aztán amikor láttam, hogy rám néz egy bíró, akkor így bólogattam, megráztam megint a combom, puff! De az igazi megmérettetés számomra az, hogy odaállni a fiatalok mellé, és nem szégyent vallani.